A szokásos visszafogott forgalom csütörtök reggel a vásárcsarnokban a nyár erős volt, és a hétvége is biztosan az lesz, a következő hetek pedig elsősorban az almáról szólnak majd a piacon. Igazából az alma szezon most indul be, tehát ez hagyományosan évek óta a szeptember elsője, tehát iskolakezdés, ez az alma szezon kezdete. Ugye jelenleg még van egyfajta nyári almánk, ugyanaz már leérett, most kezdődnek az igazi almák, tehát az igazi télálló almák, tehát kezdődik a gála almával, ez a legelső, ennek van egy korai fajtája, és két korai fajtája, azt már tartjuk, és majd szép fokozatosan jönnek a Jonagold, Idared, Starking és a többiek. Ugye a Golden. Egy másik standon is egyre bővebb a választék almából, napokon belül még több fajta lesz majd az árusoknál, beindul az igazi alma szezon. Most már megindulnak az almák, először a savanykás almák, utána jönnek az édes almák. Hát jelen pillanatban 550 és 600 forint között mozog az alma. Hát reméljük, mivel elég jó alma termést ígérnek, mi szabolcsi almát árulunk, úgy tűnik, hogy nagyon jó lesz a termés, úgyhogy bízunk benne, idézőjelben mondom, bízunk benne, hogy egy kicsit olcsóbb lesz. A napi munka közben már a jövőre is készülnek a kereskedők, néhány hét múlva nagyszabású jótékonysági akciójuk lesz, ahova mindenkit várnak. Szinte az összes zöldséges csatlakozott ehhez az akcióhoz. Ennek az a lényege, hogy egy kicsit idehozzuk az életet ismét, tehát ez egy több funkciós rendezvény lesz, a mobilitási világnappal együtt, ugye a nyitott piacok napja, ez mind együtt lesz megtartva, egy ilyen barzájt tartunk itt, mondhatjuk úgy is. A zöldségesek közül mindenki első szóra csatlakozott a szeptember végi kezdeményezéshez. Az árusok azt szeretnék, ha minél nagyobb összeggel tudnák segíteni a máltai szeretett szolgálatot. Mi kereskedők, valamint néhány termelő részt vesz egy nem éppen közös, de több bográcsba fog főni a lecsó, meg ezen kívül még esetleg lehet kóstolókat, nem csak lecsót, hanem egyéb termékeket kóstolóba felajánlunk, és az ebből felajánlott összeget jótékonyságú célra fogjuk fordítani. Hát bízunk benne, hogy sokan eljönnek, mert igazából, mivel ez egy jótékonyság, úgyhogy nagyon-nagyon szeretettel várunk mindenkit, minden ráérő embert, gyerekekkel is jöhetnek, felnőttek, és lesznek különböző ízesítésű lecsók, csípős is lesz kolbásszal, szalonnával, igazi magyaros lecsó. Szeptember 22-én tehát nyitott piacok napja és jótékony lecsófőzés lesz a vásárcsarnokban, ahol kóstolni és jótékonykodni is lehet majd reggel 8 és délután 16 óra között.